jelentkezésem. Nem tudom, mennyire látszik ott. Van egy szép hegy. De arra megyek. Hová? Most álltam meg kajálni. Azon már túl vagyok. Most csinálok kávét. Ennyi, igazítok a kamerán. Ez az! Kurva jó! Nini, tudtam venni ezért. Ilyen joghurtos puningot. Úgyhogy én ezt most benyomom. Ó, Istenem! Jaj! De várjál már, hát valahol. A helyzet a következő. Jaj! Megyek. Olaszországban. Ugyanoda, mint ahol múlt hét elején. Hol a kanalam? Hol van a kanalam? Megvan a kanalam. Szóval ugyanoda, mint ahol múlt héten találkoztam kollégával. Vannak kérdések, kérdeztetek sok mindent, majd válaszolok rájuk, és türelmet kérek. Már most megeszem a pudingomat, megcsinálom a kávém, aztán megyek tovább, majd még jelentkezem. Gyerekek, nem is tudom, hol kezdjük, hát most valaki kérdez felelek, mert elég sokan kérdeztetek. Van mai sztorim is, nem is akármilyen. Hát nem volt egyszerű eddig azóta. Elmondom így akkor a sztorit, jó? Ugye, mint mondtam, ugye máma megint megyek ugyanoda vissza Olaszországba, ahol voltam. Megyek vissza Olaszba, ahol voltam, múlt egy hétfőn. És várjál meg, ugye este 8 óra van, én nem tudom, itt most van a csúcsforgalom, vagy nem tudom, de hát most már körülbelül jöttünk egy 5 kilométert, az ott egy araszolgatunk, de nem autópályán vagyunk, hanem mi ez? SR11-es gyorsforgalom. Hát tiszta káosz, bassza meg. Na mindegy, ugye ugyanaz az útvonal, mint múltkor lett volna, csak ugye változott, de különben a GPS is megérdemelni, hogy kibasszam az ablakon, aztán keresztül menjek rajta kétszer oda-vissza, kétszer előre, kétszer hátra, rohadjon meg. Hát gyerekek, olyan útra akart, az meg a férsz, majd megoldott, olyan hegyre akart felvinni, hát azzal nem tudtam felmenni. Pedig ennek a rohadéknak megadtam, beállítottam, de meg be akart vinni egy 2-5-ös hidala. A szemétládának beadtam az adatokat, hogy 3-2-es hidala nem vihet. Be akart vinni a hidala előtte. Jaj, hát az durva volt. Nem tudtam felmenni. Nem bírt felmenni az autó. Hát most nem láttam, hogy olyan meredek. Még akkor. A rohadék belevitt. Hát azt is meg kellett állnom,
akadásjelző, csak megjelent mellettem az olasz rendőr. Bassz, megmondom most mi lesz. Aztán kérdezi, hogy mi van. Aztán mutatom, meg mondom neki, hogy nem tudok felmenni, mondom, hát túl meredek a part. Azt mondja, hogy jó, rendben, semmi probléma, segítenek, hogy vissza tudjak fordulni. Hát mondom, fordulni, bassz meg, de olyan szűk volt az út, úgyhogy hát mit tudom, mint a másfél sávos út. Kibaszott szűk volt. És akkor rendesek voltak, mert egyik kiszállt. Ő nézte, hogy mennyire tolathatok az úton, hogy megfordulni. A másik meg eddig lényegében keresztbe állt az úton autóval. Nem engedte addig felfelé az autókat, amivel nem tudtam mozdulni, vagy fordulni. Ezt el is magyarázták, mert ugye utat, hogy GPS-t adjam oda neki. Kiadom neki, ez akkor faszán beállította nekem az útvonalat, azt azóta ezen jövök. Az, amikor két rendőrt megláttam, hát gyerekek, mondom, most végem lesz, mondom, mit lőnek fejbe. De nem balhéztak semmit, hogy mit tőst. Hülye magyar, mit keresel itt, vagy mi, ez buzi bevitt olyan helyről, rohadna meg, de tényleg megérdemelni, hogy kibasszam az ablakon. Az olaszok úgy elkúrták a mai napomat, basszus, hát nem tudom, ezek ez nem normálisak komolyan. Egyik másik hajt, mint a vadállat, egyik másik 70-es táblánál bazdnak 60-nal megyünk, és egyszerűen nem tudod megelőzni, hogy folyamatosan jönnek szembe. Hát fasz, nem mondom. Pedig 340 kilométeren visszaomlik, hát most idegességemben kiálltam délután. Tényleg nem lehetett hagyni, hanem rohagy meg, kihúztam izében. Ilyen kis parkolóban anyát, a picsáját. Fú, de fogaszták az anyát. Egy órája indultam körülbelül. Van még 340 kilométerem, csak a GPS szerint éjjel fél háromkor érek oda. Hát bassz, meg jó, most nincs valami, mert kipihentem magam, meg kivettem a pihenőt, nem az a baj, hanem tökölés, pöcsölés. De viszont az autópálya se jobb. De az is úgy be van állva, én nem tudom, ezek mit csinálnak. Tényleg beállt az autópálya, mert egy gyorsforgalminak egy része, ennek az SR11-esnek egy része az autópálya mellett jön, párhuzamosan. Mind a két irányba áll a pálya, itt is most már kezdünk megszorulni, nem tudom, ezek mit csinálnak. De hova az anyja picsájába megy ilyenkor este 8-kor? Meg ennyi! Vázom mozdulni nem lehet az autótól, motortól, busztól. Ugye nyugat felé megyek, fel kell vennem a sarkában, úgy telibe ver a nap, ha meg lehet vakulni. Azt tökölnek, pöcsölnek ennyit. Nézd meg, bazd meg, megyünk előre. Én múlka Ausztriába, Wienbe. Egy dettó ugyanaz a helyzet. Hát, bazd meg. Kiromba már megittam egy üvegvizet. Lássuk, elszívtam a cigimet idegességemben. Nem mit használna. Mi a fasz csinálnak, hogy így bedugulnak? De meg hagyján, egyik másik olyan barom, látja, hogy jössz, úgy behúzza előtted az autót, mint a szart. Hát, hogyha le akar
fordulni utcába. Nem foglalkozik vele. Behúzza azt a kész. Befordul elő keresztbe. Tisztelt a kivételnek. Az a kivétel azt fogalmazzuk úgy, hogy mondjuk. Hát legyen mondjuk 5%. Aki tényleg mit tudom, sorolsz be, és hogy beenged. Tettő ugyanaz, mint a német, komolyan. Jövünk 20 métert, megáll. Csak hát ugye én egy órával ezelőtt, mikor elindultam, akkor nem volt ez olyan. Mert hogyha még mindig ilyen szar a helyzet, akkor ugye még állok. Nem indulok el, de hát most mi a hova picsába álljak már ki. Na, nem akarsz menni? Másik sztori, ugye AS24-es automata kút, és akkor az olasz, ja nem, az még Szlovénia, gondol egyet a szlovén, gyerekem beáll a kútfejre kivenni a 45 percét. Mondom neki, mondom, mert kérdezte, mondom, Deutsch, jaj, mondom, mit egy meg te, mondom, dízel. És akkor mutatja, így veri nekem az óra, az anyát picsáját, bazdmeg, hát ne kutfejre állj be ezzéni. Idióta barom. Ne izgulj, elengedlek, bazdmeg, annyira tolakodtok, majd beszartok. Gyere. Szívesen. Na, őleg, de ezek olyat, hogy megköszönni, bazdmeg, ott ne várjál tőlük. Nézd meg, mindjárt bejön alám, itt jobbról, annyira tolakodik. Hopp, hülye. Játsszál csak, gazd. Hogyan megsadúzta. Na, hülye barom. Fogam, lövésem sincs most mire állunk, de tényleg most már... Hát kb. Olyan negyed óra így jövök. Hát basszus, a... Mit mutatott? Elindultam, fél kettőt mutatott a GPS, hogy arra érek oda, így átlagban. Bazán most csak tartunk már 2:37-nél, gyerekek. Jó, mondjuk nem lesz ez olyan vészes, mert tapasztalat. Múlt héten úgy volt, hogy olyan este 9-10 után már elfogytak az autók. Tehát nem úgy vannak, mint a németek, hogy éjjel-nappal mennek, legalábbis én úgy tapasztaltam. Most abban bízok, hogy most van, hát 4:09 lesz. Ja, mert itt van az a buzi lámpa, tényleg. Talig engedi a forgalmat. Nagyon rövid izét ad. Zöldet. Na, most abban bízok, hogy olyan fél tíz... Gyere, öcsém. Férsz? Szívesen. Na, most abban bízok, olyan 9:30 felé elfogynak, azt akkor lehet haladni. Na, mit akartam? Na, akkor kérdezz feleleket. Elkezdjük. Volt egy olyan kérdés, hogy mi a véleményem így a motorosokról? Új, ne haragudj, tényleg, YouTube-on jött a kérdés, ne haragudj, elfelejtettem a nevedet, tényleg, bocsáss meg, tudom ki vagy, mert emlékszem rád, de, valami Don, új, nem tudom, tényleg, ne haragudj, bocsáss meg, na szóval, ugye te kérdezted, hogy mi a véleményem a motorosokról,
közlekedésre értette-e? Az ő közlekedési moráljuk engem mennyire zavar, vagy mi a véleményem? Én ismerek ilyen motorosokat, akik ilyen gyorsaságikkal járkálnak. Hú, van egy Kawasaki. Akkor van egy Suzuki, meg van egy Yamaha. Akiket ismerek, hogy nekik ilyen motorjaik vannak, ezek a gyorsaságok. Azt tudom, hogy a Yamaha az az R1-es. A Suzuki az, az nem tudom, 750-es? Lehet, most nagy baromságot mondok, hogy nagyon nem vágom ezeket a motorokat. A Kawasaki az meg azt hiszem 450-es, vagy nem tudom, hogy az is 750-es, mit? Nem tudom. Tényleg lövésem nincs. Szóval nekem nincs problémám velük, mert itt is, hogyha itt Olaszországban azért kell rájuk figyelni, mert persze mindenhol kell figyelni, főleg most már jön ki a jó idő, egyre többen motoroznak. Én nem tartok tőlük, mert tehát oda kell rájuk figyelni. Ezért számolni kell vele, hogy utolér, jöhet. Találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajtam, egy körforgalom jön. Hogy fogtad, hogy hülye? Na, szóval kell rá számítani, hogy bármikor útról érhet egy motoros, beelőzhet, főleg itt Olaszországban, itt most múlt héten még annyi motoros nem volt, főleg most azt megcsinálják, hogy ilyen úton. Nem foglalkozik, majd itt is. Hát, én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Hát, hogy jön szembe az autó, és le kell húzódnom, mert elmegy kettő között. Ezért mondom, hogy hát, engem hogy annyira nem zavar. Figyelek rájuk, remélem ők is figyelnek azért úgy a forgalomra, hát biztos, hogy figyelnek valamilyen szinten. Addig jó, amíg valamelyik le nem tér le. Főleg nem úgy, hogy az én. Na, megyünk bele a 4-es körforgalmas kijáratos körforgalom, 4-es kijárat, jól van, na, és se vagyok még a topon. Hát, ha valaki akar itt menni a súrranókáján. De hát, baszkak az egész barátok volt. Gyerekek. A picsa bassza meg komolyan. Akkor lezárom a sávot. Ezt kimennék. Ha induljak volnék. Vassza meg. Jaj, Isten. Lövésem sincs, hogy miért volna. Igen, meg mondjuk rengeteg a izé. A lakóbuszos. Tudom, hogy bejövök ide. Mellé, az meg meg kell, úgyis. Adok bent. Majd csak kienged valaki. A negyediken. A második kiáratot látod? A negyediken hagyd ki. Hülye. Hát az itt is. Ugye megy köztünk mind a szar. Mind a szar. Azért oda kell rájuk figyelni, hogy... Jön a tükröt elvigye. Beessen az autó alá. Na, szóval... én amennyire tudok, én számítok rájuk. Mert tényleg azt az észbe kell tartani, hogy... Nyár van. Jön a jó idő. Egyre többen fognak motorozni. Na, nem mész. Szóval azért kell velük számolni. De nem tudom, az meg mindenki pályára megy. Gyere.
kérdés. Ja, volt egy olyan kérdés, hogy hogy bírom ezeket a dugókat. Engem előbb kiborít a tolakodás. Én nekem nincs bajom ez a dugóval, mert most mit tud tenni ellene? Semmit. Hát most... Szóval most mit tudsz tenni ellene? Nagyon semmit sem, mert... Na szóval engem előbb borít ki az, hogyha itt ez szemtelenül előzget. Meg az mondjuk, ha így rám áll. Na most nem áll rám. Nem való fasz, nem. Látod meg ezt, hogyha rám áll. Mi a faszért kell ráállni a másikra, bazd meg, 20 centire? Főleg ilyen part, emelkedőn felfelé, még autóra nem állok rá, mert... Ki tudja, hogy olyan viszik szépen a kórházba, úgy, ahogy összefoldozzák. Műtét után az orvos azt mondja, itt egy barátod címe, délután keresse fel. Ő is orvos? Nem, furulja a művész, megmutatja magának, hogyan rakja az ujjait, hogy ne pisálja szembe magát. És bazd meg, úgy rám áll, mert nem látom az autót mögöttem. Ezt komolyan mondom, nem normális. És nem veszi a nézre, hogy hát, bazd meg, nem állok rá. Mert lehet, hogy nem tud annyira, nem tud úgy elindulni, többet gurul hátra, mint amire számít. Ha neki gurulok, akkor meg elkezd izélni. Jó, hát akkor jogosan, de hát faszomat áll rám ennyire. Ez jobban kiveri nálam a biztosítékot, mint az, hogy most itt áll az egész ez a gyors forgalom. Mert most mit tudok tenni ellen? Semmit. Azt nem bírom, amikor úgy előznek, hogy látja, hogy jönnek szembe, és bazd meg elkezd előzni. És akkor húzódok le, jobbra, és akkor még húzza rám az autót, mert ő középen nem fog elférni kettőnk között. Hát bazd meg, ha látom, hogy jön szemből a másik, akkor nem kezdek el előzni. Isten áldja meg. Fordulj be enged. Megköszönjük. Ja, hát nem csoda, hollad. Hát nem fél, az olaszra várhattam volna, meddig enged be. Meddig, vagy mikor enged be? És gyerekek, áll az egész. Mi a faszér áll? De az a baj, én sem tudok itt sehol kiállni, mert nincs itt sehol izé. Öböl. Itt a kamionosok izének mondják. Libegőnek, vagy minek. Nincs itt sehol semmi. Mert fogom magam, hogy kiállok itt, hogy mit tudom én meddig. Egy kicsit csillapodik a tömegnyomor, de hát... Az előkivágja nálam a biztosítékot, mondom, amikor úgy előznek, hogy még maga se biztos benne, de bejön előzni. Hogyha meg akar dögleni, engem nem érdekel, nem zavar, csak engem ne vigyen magával. Jó, most én magasabban ülök ebbe, persze, mint egy személyautóba, de hát nem miattam legyen már az, még az ő hibája volt se, hogyha valaki meghal. Hát ki arra megy a merején. Na, akkor volt még egy olyan kérdés, hogy
beszéljek arról, hogy én mit hozok magammal. Hát most ezt annyira nem ért, tehát mit hozok magammal, most kaját, vagy ruhát, vagy mit. Na, mondjuk, hogyha ruhánál kezdjük, ugye főleg most már jó idő van. Van nálam egy pár cipő, egy utcai cipő, vagy egy munkavédelmi cipő, egy papucs. Aztán hozok, nem is tudom, van egy olyan pulóverem, amit rakodáshoz használok, hogyha van szar idő van. Egy kapusz is magas nyakú. Aztán van még kettő pulóverem, pólóból van nálam 6, mert ugye én 5 napot dolgozok, ugye mi nem 2 hetezünk, hanem hétfőn jövök és akkor pénteken megyünk haza. Szóval ugye amit munkába használ a póló, az 2, ami meg így csak így rajtam van, ebből van 4-5, akkor 7, nem 6, hanem 7 póló van nálam. Mit tudom én, naponta egy pár zokni, de ha olyan nap van, hogy tudom, hogy nem lesz rakodás vagy semmi, akkor van, úgyhogy nem most veszek fel zoknit, megmondom őszintén, papucsba vezetek. Hát most miért vezessek cipőbe? Jó, aztán most lehet mondani, mert hogy majd a rendőr megbüntet. PAG se szólt érte. Volt, hogy Németországban kivettek, még ízéltem is, hogy bazzeg, mondom, most papucs vagyok, kiszállít, meglátja. Szót nem szólt. Igaz, akkor volt rajtam zokni, egy szót nem szólt, hogy hát, na nézd, itt a pálya, és szóltuk a pálya mellé, áll végig a A4-es. Az A4-es pálya az még azóta áll. Nem tudom, ezek mit csinálnak, vagy mit csináltak, vagy nem tudom, hogy leszarom, nem is érdekel, mert nem ott vagyok. Szóval papucsba vezetek, meg mondom őszintén. Miért vegyek cipőt, miért húzzak zoknit, azért befülledjen benne a lábam. Hát hiszem, most már hány fok van? 23 fok van, és 8:30 lesz. Ugye nálunk még az a hülye szeles idő van otthon. Magyarországon, Szlovéniában is még ugye eléggé dobálta az autót, de hát ott Koper környékén, vagy nem, Ljubljana környékén, szlovén főváros környékén már nem volt semmi szélfújás. Itt Olaszországban még egy-két helyen volt, itt 100 km-re a határ után, de azóta szélcsend van. Mondom, 23 fok. Hát igen, csávó mögött egy szál az éve. Hóluló baszt. Vagy a hosszú, vagy vékony szarva. Urkoltak egyet, ezt a csajról bürk egy. Szevasz. Na szóval ruhából, jó, zokniból naponta egy pár. Alsógatyából hát minimum 2 naponta egy, de van nálam 4 darab van nálam. Kabátot nem hoztam, mert minek. Van, hogy van szar idő van, akkor ott van a vastag. Picsában. Ez az egy, hogy ez a araszolás, ez van, amikor hogy elnyom. Ugye pilledek tőle, bazd meg, hogy uff, gyerek. Mi a faszért állunk? Aztán, amit még hozok, most így ruhán kívül, mondjuk a kaja. Üh.
a szeletelt kenyér, egy meleg szendvics kenyérnek is mondják. Abból hozok mindig kettőt, aztán vajam még van. Ugye máma kanizsán bementem, ugye rakodás után most beugrottam, és tovább voltam. Lidőben. Meg párizsit vettem, szalámit vettem, mit vettem meg? Ja, vettem izét, májkrémet, de ez kurva jó, ezt megmutatom, remélem még látszik majd a felvételen. Ez finom, komolyan. Semmi olyan drága, mert 15 dekás, 150 grammos, aztán 200 forint. Ez lófasz érte, az semmi. Szóval akkor álljátok kicsit. Akkor vettem ilyen szeletelt. Mindig szeletelt. Füstölt, főtt. Szalámi. Akkor vettem hármat. Meg mondom, van még izé. Ja, meg ízét vettem, ilyen vaníliás. Na most mi van, te itt állsz, vagy nem? Indulsz, vagy mit csinálsz, vagy mit akarsz? Se innen, se semmi, de remélem, most nem basztad el a menetet. Na, egyel kiderül. Nem biztos, hogy rosszul jöttem. Szalítva, akkor rosszul jöttem. Hát, csak mondom, hogy megint állnak. Akkor érdemes kitenni nekik is az elakadás jelzőt, mert hát tudom úgy belé drongyolám, mint az állat, mert jön ám mögötte 10 centibe, vagy 10 méterre. Úgy belé jön, mint a szar. Meg ezt, most nem látjátok, de ezt nem bírom, az van. Ugye egy sáv van, innen a jobb oldalról jön be egy sáv. És az meg hárman beállnak, egymás mellé, mind a három egyszerre akar besorolni ide utólagoknak. Na ezt nem bírom még. És akkor most beengedsz egyet, tehát tudom, kettő-három, már húzza rám, már az meg a nénikéret, köcsög. Hát a pofátlan nép különben, az meg. Mondom, nagyon felbaszták az agyamat, ízzék a délelőtt. Gyerekek, áll a fizetőkapu, áll az egy... Nem tudom, hogy sem elkezik. Hát ugye ez a... Vaj! Ha megtorpan a pálya, mellette az út is megtorpan, mert hát ugye vagy mindenki le akar jönni, vagy mindenki fel akar menni. És ugye azért áll be a pálya is. Na aztán most na visszatérve, hogy én mit hozok ruhát. Ugye, hát végig is elmondtam. Ja, meg ízé rövid gatyából van nálam. Kettő? Ja, kettő. Csáról kezdtem, nem fázom, nem tudom, valahol lekaptam valami deblát, vagy nem tudom. Elektronikai kütyük vannak nálam. Saját telefonom, céges telefon, saját GPS, kamera. Aztán... De más nincs is. Mert hogy az illető kérdezte, hogy hát én laptopot nem... Én nem. Most, figyelj! Lehetne laptopozni, de most... Apa felé, én láttam már balesetes képeket. Ha veszek egy invertert, nem akarom lehúzni az aksit, az autónak az aksiját,
Hát most így 5 napig én egy hétig én meg vagyok net nélkül. Hát most hazamegyek vissza, úgyis látom, hogyha írt valaki. Hát most az üzenet nem veszik el. Facebook, YouTube, bármi. Nem tudom, nem vagyok így ilyen nagy netes. Meg vagyok Facebook nélkül is, YouTube nélkül is. Amíg otthon vagyok hétvégén, gyártam a dolgokat, amik vannak, vagy amiket kell, azt készeljem. Ha van olyan kollégám, lengyel volt, egy napig álltunk, oda beállt mellénk, az egész nap így bazd meg, hát elmondom. Nem tudom, hogy fasz lehet egész nap csinálni a netet. Az más, hogyha mit tudom én filmet néz, vagy valami, de bazd meg, hát egész nap a Facebookon csövezni. Az is sokkal van, nem is kell. Ja, látszik, elfelejtettem, ha nem elfelejtettem, nem volt rá idő. Miután kipihentem magam, mindenképpen eszek, de én úgy vagyok, hogy én eszek alvás előtt, után. Úgy annyira nem. Ez nekem nem visz meg, hogy hú, most... Nézd, az, hogy mindenki visszafordul, mi a fasz van? Szóval, engem nem zavar, hogyha alvás előtt eszek. Az, amíg 330 kilométeren van, nehogy leszopassatok már, bazd meg, hogy... Faszomat. A picsáért állnak. Na, úgy elbaszták diátalizémet az idegeimet, bazd meg, az olaszokat. Most meg valamit idegeskedj, szar, meg nem azt idegeskedj. Délután kettőkön a sziasztáznak. Este meg mennek. Beszarás. Még ez a buzi se tudja, hogy hol vagyunk, mert ezt a részt nem ismeri, hogy rohadnál meg, bazd meg. Mondjuk az SPB... Átlag ne fossa, nem bírom. S11. Bazd meg, az egész be van állt. Számomra a körforgalmak nők, nőneműek. Miért? Hát kerek. És hogy az... Pedig ugye már lesz gyors forgalni, de hát így bazd meg. Szopassatok már le, basszátok meg, hát valahogy induljunk már meg. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Hát terveztem egy körforgalom jön, és momentán nem tudom, hogy majd hol kell kimenni. Na, újra, te azt sem tudod, hol vagyunk, basszák, akkor mire tervezel újra, hülyet?
bassza meg, most kiállok ide cigit csinálni, nem foglak vissza. Basszátok meg, hogy nem tudok le. Vagy van egy ilyen ebből. Hát ilyet bassz meg. Hétfőn este 8:30-kor bassz meg megbérül Olaszországot. Mostan elindulok. De érdekes, bazd meg. Egyszerűen nem lehet látni az okát, hogy miért állunk. Most meg indul, most meg megyünk. És ide, most így megyünk jobbra, arra fel, és bazd meg, ott semmit nem lehet látni, hogy egyszerűen nem tudom, miért állunk, bazd meg. Hát gondolnak egyet, bazd meg. Esetleg mehetnék lassabban. Csinálnak egy dugót, basszanak. Hát most az első valamiért lelassít, mögötte az 50. már áll. És ez az tök üres az út, sehol nem állnak ott autók, az meg most megindul, most meg megyünk. Komolyan mondom. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat, szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni, de aztán nem elszúrni, áll. Azt se tudod, hol vagyunk, az meg hiába fabrikálsz, mert nem arra megy az utam, mert te mutat, hogy... Na, ugye? Ott tudtam, hogy az a két lámpa, az ott kurva szar, mert olyan rövid zöldet ad, meg olyan hosszú pirosat, hogy 6 autó átmegy, aztán kész, vége. Itt mi a faszért álltunk? Az is se balesetes autó, semmi nincs ebben az meg. És mindjárt megmutatom. Sokat jártam már én erre, amikor még kis GPS volt. Nektek a izémet? A féle ilyen padavar, tudják, csillagok háborúja, mai és átlagomat. Nagy GPS, aki már minden utat ismert, ez fantasztikus volt egyébként. Lalibán. 349 kilométert szóval, jöttem. Lalibán mondta, hogy majd amikor ti is megtanuljátok az összes utcát Budapesten legalább, akkor pofázzatok. Ezt azért mondta, hogy mindig leugattuk. És én akkor mindig ezt mondtam. Lalibácsira sokat gondolok. Na, 349 kilométert jöttem. Csak Olaszországban már. 5 óra alatt, bazd meg összesen. 65 az átlagon, bazd meg, az átlag sebessége. És ilyen gyors forgalmi úton. Úgy elbasszák az embernek a napját, hogy ez nem igaz. Faszomat bekapodna az összes. Srácok, ha még valami eszembe jut, akkor... Na de majd még, mert még vannak kérdések, még tudom. Aztán majd még válaszolok rá, csak szerintem most már nagyon én se látszok. Majd még jövök. Na pá! Sziasztok! Megvan az új útvonal. De, mivel nagyon-nagyon ráérünk, ezért nem kell sietni. Gyerekek, itt olyan jó, ugyanott állok, mint ezelőtt. 28 fok van, és van, kérlek szépen, 10:30. 28 fok van. Még most azt csinálom, hogy kajálok, átöltözök, aztán megyek a felrakóra, és akkor még jelentkezem, hogyha valami értemleges lesz, ha valami látnivaló lesz. Na, legyetek jók! Szuper! Üdv! Megáll! Fasza! Amit szenvedtem vele, hogy meg tudjam állítani magát a kamerát, hogy ne billenjen el. Hát ezt mondom. Nézd meg, a rohadék elbillenik. Na. Vagy most járatnom kell az autót egy fél órát, mert éjjel az eléggé hideg volt, nehogy az legyen, hogy megint úgy járok, mint múltkor, hogy lemerül az aksi, meg hideg lehúzza.
Hát... A felrakomtól... Kb. Egy kilométerre álltam meg, mit tudtam megállni. Ugye ma délután lesz majd a... felrakási időpont. Hát a tegnapi nap sztoria. Jó, hát az nagyon nagy volt, ugye olasz rendőrök szurókóba szerint kivettek igazoltatni. De azok a szlovén. Fú, mert nagyon reggel van, pedig most itt egy fél órája ébredtem fel. Az olasz rendőrök, ezek nagyon lazák. Úgy igazoltatott a csávó, hárman voltak. Az egyikük az a telefonon így, szerintem Facebook, vagy nem tudom mit csinált ott. A másik az cigizett, mert dobozos kóla volt a kezében, a komoly szolgálatban. A harmadik meg, aki jött oda hozzám, hogy elkérte az irataimat, az majd csokit evett a kezébe volt közben, így ette. Odaadok neki forgalmi személyt, mert ugye most üres vagyok, nem volt CMR-em semmi. Csak mutatja, hogy nyissam ki a hátulját. Kinyitom, benéznek, tök üres, mondja, hogy így, hogy szuper, papír, szuper, minden oké. Okay. Mondom, jó. Egy addig visszaültem, mert még úgy ellenőrizgettek valamit. Jön vissza. Visszaadja, mondja, hogy oké, alessist. De így félig németül, meg félig angolul, meg olaszul, meg minden nyelven. Mutatja, hogy szuper, szuper. Mehetsz tovább. Ó, mondom. Mert ugye német mondom neki, danke schön, wiedersehen. És ugye az egészhez hozzátartozik az, hogy egy olyan helyre vettek ki, hogy kétszer két sávos, ugye oda-vissza két sáv, és akkor ugye balra kellett kijönni egy ilyen kis parkolóba, de viszont a parkolónak csak az egy bejárata volt. A másik oldal az le volt neki zárva. Aztán... Jó, de most... Én eléggé... Nehéz lesz kifordulni vissza, ugye nekem vissza ugye balra kellett ugye kifordulnom nagy évvel. Mehessek tovább. Aztán tényleg már két percet ott szenvedtem, ki tudjak fordulni. Ölcsém, ez csak gondolta magát a két rendőr. Az egyik kiállt arra az onnan jövő sávjába, a másik ide megállították a forgalmat, hogy ki tudjak fordulni. Oda jött a harmadik, ez nekem uno moment, ugye, hogy egy pillanat. Mondom neki, oké. Ezek nem szirpajosak. Megállították a forgalmat, hogy ki tudtam fordulni. Megköszöntöm neki, visszaintett, aztán jöttem tovább. Az éjszaka az ugye elég... simán eltelt. Mert egy német kamion volt itt előttem. Ő is elment. Azt egyedül maradtam. Aztán most olyan reggel így kinéztem. Tel is tele van autóba, de nem ébresztett senki, hogy meg mint a három helyet foglalok. Sőt, itt voltak olyan rendesek, hogy mögöttem is kihagytak egy helyet. Gondolom, hogy el tudjak menni közéjük. Szóval lényegében négy autó helyet foglalok, de nem üzétek semmit. Senki nem borított semmit. Ausztriában, Németországban régen rám vágták volna ezért szerintem a kerékbilincset, vagy a láncot, vagy a bírságot, de semmi. Hát ugye a lényegben táblát se láttam én este, mert néztem is. 8 órakor álltam meg, akkor sikerült megállnom. És most van 10:30. 9 felé elaludtam. Aztán így ennyi volt ez a éjszaka. Szóval majd vízót kell cserélnem, mert elment a jobb oldali tompítottam. És érdekes, mert nem jelezte ki, hogy elment az izzó. Hanem úgy vettem észre, hogy álltam pirosban másik autó mögött, azt nézem, mondom, hogy mondom, miért nem tükröződik vissza az a tompított fény. De mondom, itt meg nem jelzi, mondom, most akkor olyan
szögbe állok-e, vagy hogy az autónak van olyan törése a kaszni, már mind az előttem egyébként, amikor nem látom ezt, akkor utána kiszálltam megnéztem, de tényleg nem jól tompítottam. Ezt már az izót azt meg ki kell cserélnem. Na, majd mutatok róla a videót. Vagy hát mutatok, hát majd levideózom, úgyhogy olyan lehet kicserélni. Na, közelleg jött valami a sors. Volt kollégám, ezt tegnap írta ő. Mi ez? Ki írt? Oh. Valami olasz. Gyerekek, úgy mennek a napok, komolyan. Hát már szerda van. Pár percet járatom, aztán leállítom el, ötre indult. Volt semmi akadás az indulásban. Sőt, amíg járatom, akkor addig meg is nézem a világítást, mindent, hogy jó-e. Akkor ezek szerint nem mindig jelzi ki, hogyha valami világítás hiba van. Jó Istenem! Először is dobunk egy elakadási jelzőt. Na majd jövök! Na. Megnézzük, hogyan lehet, és hogy hogyan lehet, hogyan kell izzót cserélni. Csavarni. Mert ugye az egész lámpát ugye ki kell fordítanom, hogy hozzá tudjak férni, mert ugye az izzó van hátul, és a tompit ott a nagyobb, tehát a pillanat jön. Hogy őszinte legyek, én izzót ilyen autón még nem cseréltem. Azt mondták, hogy ezeket itt ki kell csavarni. És akkor lehet hozzáférni. Lámpát. Azokat meg. Azt meg azok fogják. Egy. Meg kell mennem, keresem kell kulcsot. No, sikerült. Ez valami.
bakker kamerának. Eldőlt. Most vettem észre. Ott, az a, ez a nagy. Ez. Hova tegyelek titeket, hogy... Jó, hogy itt nem fog megállni ez. Remélem, itt megáll. És közelhol, ez az. Ez az, ez a tompit ott. Ez hogyan van? Gyerekeket. De jó, hogy nincsen három kezem. Hát mondom. De miért nincs három kezem? Hát ja, eléggé elment. Ó, basszus. Csak lenne essen az a lámpa innen, mert akkor... H7-es. Na, elmegyünk megnézzük, hogy még ide leteszem. H7-es. Egy van, meg is van H7-es. 12 volt, 55 volt. Még egy 37R. Ez az, ez az. Visszateszem, mert majd bele kell dobnom, azt bele kell tennem a dobozba, aztán majd a technikusok adnak újat a telepen. Közben lemerült a kamera, aztán el kellett mennem. Ó, bazd meg, hát a szóval, hogy ilyen minden lefelé esik áll, aminek nem kéne. Nézd meg. Hogyan tegyem ide, hogy ne essen le? Hogy meg is álljon. Mert ilyenkor pláne nem akar rám megállni. Na várja. Na most jó. Na.
ezt látnom kell, hogy hogyan van a foglalatába, hogyan megy bele, hogy... Ja, így. Így megy bele. Jó. Visszateszem a fejére. Jó. Na. Vaj, miért nem vagy? Jó. Na, és akkor most megnézem, hogy világ. Most világítani, ó, világít, fasza, szuper, jó. Nagyon szuper! Jó Istenem! Visszateszem. Az a baj, hogy ugye most töltőm van és nem akar megállni, mert a vezeték megint el akarja húzni a kamerát. Hát nézd már meg! Nagyon eldobom rajt, komolyan mondom. Várjál? Valahogy akkor is megoldóan. Na! Ez az? De mindenhol ugyanakkora. Szerintem kell a csavartmányanak. Semmi ér. Na várjál, mert valami nem jó. Ilyen csak. Ja. Jó.
most jó. Ugye? Ja, most jó. Akkor ezt is ide be. Egyszer belkap a helyére, akkor már faszom. Ó, az ujjam, bazd meg. Ja. De hogy miért nem jelezte ki, hogy kihízott az izzó komolyan? Hanem abból vettem észre, hogyan előttem állt az autó. Szóval mondom, mintha csak a bal eleje világítana. Na most jó. Na most ugrott a helyére. Most fasza. És minden igaz, hogy ez a rövid jön ide, ugye? Vagy másik oldalon hogyan? Másik oldalon nem is ilyen van benne. Várjál! Ez nem jó. Bassza meg! Nem ment rendesen vissza a helyére. Miért nem? Ugrok ez vissza. Csáva hát. Na most jó.
Jó. No, izzócsere kész. Baszki, nem jó. Elbasztam. Nem tettem vissza ezt a szart. Szedhetem vissza le az egészet. Vagy a picsába már. Gyerekek! Öcsém! Fú, bazd meg! Nem tettem vissza az izzóra azt a izét, azt a védő burkolatot, hogy bassza meg! Aj, Istenem! Most már legalább rutinból megy. Gyerekek. Ah, bazd meg. Azért tudok ám balfaszkodni, hogyha kell, szóval. Hiba nincs? Hiba. Rapja faszát ki, és ment a fejemből, hogy ezt a szart is vissza kell rakni. Ezért le kell szednem vissza az egészet, bassza meg. Remélem, most már nem hagytam ki semmit.
azért süt a nap, de... De kell a felső, mert fúj a szél. Nincs az az a nagy őrült. Meleg napokkal ezelőtt. Jó, mondjuk belül melegebb van az autóban, sokkal, mert... Ezt tetőablakot elfelejtettem fölnyitni, de most felnyitom, mert hát kell. Ez jön ide, ugye? Ez a kicsi. Jó. Itt hallani lehet, dél van. Harangoznak. Meg hogy hallottam, este 8-kor félreütik a harang. De direkt. Mondom, biztos van valami jelentősége. Mondom, mert szándékosan lehet hallani, hogy harang úgy félre szól. Csere. Na, aztán mint mondtam, hol tettem azt a rossz szót? Ja, itt van benne a dobozban. Nem sokat, igen. Vissza. Beteszem, aztán... Várjál. Ráírom, hogy hova írjam, ide írom, hogy rossz. De nehezen akar fogni a tollam erre az izére. Dobozra, sőt, ezt vissza sem teszem oda, hanem nem is tudom, nem tudom. Hát, ide veteszem, legalább a kormánynak. Fogom összekeverni. Várja. Jó. Ja, még az elejét le kell csuknom. Hát itt most nagyjából ennyi volt így a izzócsere. Dél van. És kajálok egyet. Aztán még én sziasztázok egyet, aztán majd lassan megyek a felrakóra, mert majd hamarosan kell menni. Na cső. Cső. Na, megvan az első borotválkozás. Össze se vágtam magam. Tolkomat se vágtam el. Kicsit nehéz volt, mert ütöm is belső tükör, oldalsó tükör néztem én magam mindenhonnan. De azért sikerült megoldani. De viszont még azt meg akartam nektek mutatni, hogy... Hát most hogyan mutassam meg? Na, szóval az egésznek az a lényege, hogy ugye, hát szerintem ez egy kertészet, ilyen palánta gyár, vagy valami ilyesmi, ugye itt sikerült este megállni. Hát nekem fogalmam sem volt róla, hogy itt ennyi autó lesz. Ugye itt állt előttem este német kamion, egy nyerges, hát úgy látszik, őt elküldték innen, de engem nem küldtek el. És van annyi esze az olasznak, és ezért dicséret illeti őket, szóval van annyi esze az olasznak, így képzeljétek el, hogy ugye így kell beállni, így vannak felfestve. És
Hát most körülbelül én olyan, hát három autónyi poszt foglalok el. És volt annyi esze az olasznak, csodálkoztam is rajta, hogy itt előttem teljesen ugye beállt, itt nincsen fél méter. Mögöttem egy autónyi részt kihagytak, szóval gondolkodnak, és ők már ennyire legalább lojálisabban, higgyetek el, olasz vagy Németországban, Ausztriában, ott rámálltak volna elő mögöttem, hogy meg se tudjak mozdulni. Itt az olaszoknak legalább volt annyi eszük, és mondom, ezen csodálkozok is, és ez dicséretes dolog, hogy mögöttem kihagyott annyi helyet, hogy bőven egy autónyit hátra tudok tolatni, hogy ki tudjak menni. Na, hogy behajtottam ezt a tükröt is, hát most... Na, várjatok. Megmutatom, mert úgyse hiszitek el. Így van, ugye így állnak az autók. Itt nincs fél méter előtt. Várja. Hát ott szóval erre végig autók állnak. Nos. Tehát fél méter sincs, még annyi sincs, hogy 30 centik. Na, de tehát volt annyi esze az olasznak, hogy látod, kihagyott egy autónyi részt, hogyha el kell mennem, akkor át tudjak tolatni, ne legyen belőle probléma. Most azt meg kéne csinálnom, hogy hát, ja, de kirakom a napra. Ja, hát ugye... valamit kellett használnom, hogy oroszlán között. Hogy nincs itt valahol? Hol van? Kijöntöm belőle a vizet ide. És azért raktam ki oda én azt a vizet. Hát akkor ezt jól szívem, azt mindjárt mondom. Mert kint, kint van, ott látszik, nem tudom mennyire látszik huszon. Gyere vissza! Várjál! Nem tudom, hogyan látszik jól. Na, 30 fok van kint, az autóban van 23,7. De... fölül a... na, mindjárt mutatom, fölül a napmintető fel van húzva. Szóval azért raktam oda azt a vizet. Én nekem azt a szuper módon szépen a nap megmelegít. Most az nem fogok én itt ezért állófűtés járatni. Még 30 fokba, vagy 24 fokba felmelegítjen vizem, hogy kávét tudjak inni. Várja. Azt is tettem, hogy a nap annyira ne süssön be a párnámat, mert ugye ennyire nyitva van. Azért jár a levegő. Kicsit még felnyitom. Ezt is kinyitom. Ó, de szuper! Tök jó, jár a levegő. Várjátok egy percet. Az ajtómat. És így nyitva kéne hagynom, hogy legalább jön le levegő. Ezt még kiszoktam támasztani a kis párnával. Aj, de szuper! Mit pont faszom, hogy itt cirkulál a levegő. Most tudom mutatni. Itt fönn ugye nyitva van a napfénytető. Meg itt ezt az oldalt, és akkor ugye pont jön ide le nekem a levegő. Tök fasza.
Na majd még jövök. Cső. Hát mit tudtam meg? Hát ilyet bazzeg. Ugye... Szerda van, aztán most már kezdtem kétségbe esni, hogy kifogyok a vízből, mert ugye vízzel mosok kezet, mosakodok, fogat, mosok mindent ugye vízzel csinálok, aztán ugye van, hát másfél üveg ásványvízem van még, meg egy egész üveg ilyen őszi barackom, hát nézek valahogy boltot a GPS-be, hát megmutatom. Hát bazzeg, hát itt van tőlem, 160 méterre egy bolt. Hát gyerekek, most megyek, aztán elköltöm a kis eurómat, aztán majd még jelentkezek. Hát kell vennem izét, vizet, meg még valami csokit is akarok venni. Na, pá. No, sikerült visszaérnem a boltból. Hát még sok minden nem vettem el, csak vizet vettem el, akartam venni csokit, de hát minek vagyok csokit, hiszen annyi cukrom van, mint a szar. Ilyen ásványvizet vettem meg, hú, ugye Olaszországban nem nagyon mész a némettel semmire. Az olasz inkább ugye angolul beszél. Aztán kérdem a csávótól, mondom neki, hát kérdem tőle, mondom, Deutsch, Germán, mutatja, hogy nem. Hú, bazd meg, mondom, akkor hogyan magyarázzam meg neki? Aztán mutatom neki, rámutatok az ásványvízre, mondom, psz. Mondom nekem, mutatom neki, mondom, olyan kell, ami nem, psz. Azokon mutatta, hogy ez, ugye ez másfeles. Ugye? Ja, másfél literes. Hol van? Na, hol a francba van? Jó, ott írja. Ugye 48 cent, ugye 24 cent darabja, de itt az a jó, hogy ő náluk nincsen izé. Mind az osztrákoknál, meg a németeknél, hogy betétdíjat kér erre a szaros műanyagra is már, palackra. Jó, persze, mitől van ilyen üveg visszaváltó. Jaj! Sőt, most már Magyarországon is egyre elterjedtebb, hogy beszúrod a gépbe, a gép ugye nyomtat ki egy blokkot, de viszont otthon ott nem ad vissza pénzt. Itt, vagy hát nem itt, hanem Ausztriában, Németországban választasz, hogy levásárolod az értékét, vagy pénzt adjon érte vissza. Ha volt olyan, láttam őt, hogy csávó, mondom, közben visszaálltam a GPS-t, ugye a csávó hozta vissza izét, ezeket a miaros sebeket, flakonokat. Jó. Azt a szórta be a gépbe, de már valami 4 eurónál tartott. Vissza be kell írnom a keresés. Nem keresés. Szóval nem tudom hány eurónál tartott, hogy a adja neki vissza a gép a flakonok árát. Mentő, hogy mi ez? Jó, aztán...